Sziasztok! A mai videóban a magyar válogatottal való találkozásunkat mutatjuk be nektek. Nézzétek! Tehát a most kiadott EB sorozatokat próbáljuk meg, vagy próbáltuk meg aláíratni a magyar válogatottal. Gyerekek, óriási sikerrel, ugyanis mindösszesen egy ember hiányzik a két alapsorozatból, nem más, mint Csallai, de hát reméljük, hogy még idén sikerül elkapnunk, és akkor teljes lesz mind a két sorozat. Jó, azért még van egy-két ilyen extra kártya, ami hiányzik, de most az alapsorozatról beszélünk, és akkor ezt majd megmutatjuk nektek. Kijöjjenek. Hát elvileg vagy itt a kiskapun, vagy ott a nagykapun kijönnek. Aztán reméljük elkapjuk őket. De mint mondtam, vagyunk egy páran, ott táncol Tibi. És hát ennyi, majd jelentkezem. Sziasztok! Itt vagyunk, Telkiben, a többiek ott várnak már. Itt vagyunk a kapu előtt, várakozunk szépen. Most aki nagyon kellene, az a Szalai és Sallai, mert őket múltkor nem tudtam elkapni. Hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz, reméljük, hogy sikerülni fog. Aztán majd beszámolok róla. Sziasztok! Thank you.
És végre elkaptuk Szoboszlai Dominikot is. Sajnos közös fotót nem tudtunk már készíteni vele, persze szerencsétlenkedtem a videóval, de itt azért látható, hogy éppen aláírás után, a kollega aláírás előtt készített egy fotót vele, hát így, ahogy úgy oda tudtam menni hozzá. De a lényeg, hogy végre aláírt legalább 4 kártyát, ha jól emlékszem. Tehát a lényeg az, hogy a mostani sorozatból 2 sikerült aláíratni vele. Na, itt vagyunk, megint telkibe. Olyan eső volt, alig találtuk az ide vezető utat, de amikor megérkeztünk rá 5 percre, elállt minden, most hát nincsenek olyan nagy felhők, és hát sikerült végre gazdaggal találkoznunk, Ádám Martinnal, a 2 nagy hiányzó, mert hát ők ugye nagyon messze játszanak, aztán ki tudja, hogy mikor lehet őket elkapni. Most még várunk 1-2 emberre, aztán remélem, hogy sikerül teljesíteni a kis EB-s sorozatot. Majd jelentkezem. Vagyok az Újpest pályánál, Csobot Kevint várom, ott készítenek vele valami riportot. Aztán, hogyha kijön, aláíratjuk vele a jó kis válogatott kártyáját. Tehát így néz ki a kis magyar gyűjtemény, és akkor megmutatom így egyesével. Dibusz, Vili Orbán, Fiola Attila, Szalai, nekünk nagyon hiányzott már, Lang Ádám, Nagy Zsolt, Bolla Bendegúz, Négó, Kerkez, de örülünk neki, mert eddig nem volt tőle se kártyánk, se aláírásunk. Nagy Ádi. Stice, az első kártyája, mármint nekünk. Gazdag, Glenn Heisler, Schaefer, ő is nagy hiányzó volt. És végre elkaptuk Szoboszlai Dominikot is. Varga Barnabás és Ádám Martin, nagyon nagy hiányzó szintén, végre ő is meglett. És akkor most nézzük a Paninit. Dibusz Dénes, Vili Orbán, Szalai, Lang, Nagy Zsolt. Szépek ezek a kártyák, jól látszanak rajta az aláírások. Négó, Kerkez, Nagy, Stice, Gazdag, Csobot Kevin, ő is jó, hogy bekerült a kis sorba, hiszen róla nem volt még kártyánk. Varga Barnabás, szépen ír alá, írja teljesen a nevét. Mondjuk ez a Fradi száma, ha jól emlékszem. Mert ugye 2 irattunk alá, és akkor az egyikre a Fradi számot írja rá, a másikra pedig a magyar válogatottat. Egyébként Nagy Zsolt is ilyen, tehát ővel is 2 irattunk, és az egyikre a csapatbeli számát, a másikba pedig a válogatott számát írta rá. És akkor Szoboszlai, ez egy nagyon jó kis mix, Fiola és Lang, szerencsére mind a 2 sikerült elkapnunk. Itt is egy mix, hát itt még csak Ádám Martin sikerült,
Szoboszlai még várat magára. Szalai, Gulácsi, Négó és egy Holo Giants, Schaefer. Tehát mind a kettőből van még egy pár hiányzó, hál' Isten nem sok, konkrétan az alapsorból csak a Salai hiányzik mind a kettőből. És hát ugye még a limitáltak, meg a különlegesekből van még egy-két hiányzó, de az alapsor gyakorlatilag egy hiányzóval az EB előtt sikerült kigyűjteni, sikerült aláíratni. Hát reméljük még ebbe az évbe teljes lesz mind a két sor. Hát így néz ki, mi így készülünk az EB-re. Reméljük tetszett a kis videónk, szurkoljatok Magyarországnak, mi is úgy teszünk, hajrá magyarok, és iratkozzatok fel!